No, és akkor tényleg itt van Visky Ábel, a Mesék a zárkából című dokumentumfilm rendezője. Jó reggelt kívánunk, köszönjük, hogy veled beszélni. A nagy közönség, aki nagyon ingyenc, már láthatta a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon ezt a filmet, de ha csak valaki a trélerét látta, ahogy azt mi most tettük, már az kiderül, hogy ez egy gyönyörű történet. Börtönben lévő szülők, édesapák a meseterápia eszközével kerülnek közelebb és vissza a gyerekükhöz. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen történetet feldolgoz? Balassagyarmaton néhány évvel ezelőtt működött egy ilyen program, hogy fogvatartott apák saját történeteik alapján mese darabokat készítettek. És ezeket a gyerekeik és családtagjaik előtt előadhatták karácsonykor. És erről olvastam egy újságcikket, és megkerestem ennek a programnak a vezetőjét, hogy ez engem nagyon izgat, ez engem nagyon érdekel. És sikerült elintézni, hogy elmehessek egy ilyen zártkörű előadásra, ahol csak a családtagok vehettek amúgy részt a börtönfalain belül, a balassagyarmati börtönnek a dísztermében, és az egy ilyen elképesztően erős, ilyen emocionális hatás volt, hogy látni ezeket a tetovált, kemény férfiakat, ahogy így parókában, volt egy zenekar a háttérben, akik zenéltek, ők ilyen férfi és női szerepeket is játszottak, és egy ilyen nagyon felemelő hangulatú előadás volt, és láttam a gyerekeknek a szemében azt, hogy ez egy óriási élmény számukra, hogy az apjukat játszani látják. Tehát, hogy valahogy az volt az érzésem, hogy nagyon elképzelhető, hogy nagyon ritkán látták játszani, és így játszani biztos, hogy sohasem látták az apjukat, és valahogy innen jött az ötlet, hogy valahogy a filmnyelvén keresztül teremtsünk kapcsolatot az apák és a gyerekek között, ugyanígy ehhez hasonlóan, hogy a fantázia világát hívjuk segítségül. Tényleg csodálatos maga a tréler is, gyönyörű, tényleg pont Emiliával arról beszéltünk, hogy a végére azért az ember úgy el is tudja sírni már magát, mert annyira szép és megható. Mesélj kicsit így nekünk a filmnek az elkészültéről. Dokumentumfilmeknél mindig nagyon durva statisztikákat hallunk a rendezőktől, hogy hány évig, hány napig forgattak egy-egy dokumentumfilmhez. Nyilván itt ez nálad nem állt fent, de azért a részletekre kíváncsiak lennénk. Hát fennállt annyiban, hogy ennek az egésznek a kerete is egy dokumentumfilm. Végigkövettük ezt az alkotói folyamatot, de közben beleláttuk az apák és a gyerekek, családtagok életébe is, és igazából mind a három család esetében ez alatt az időszak alatt volt egy nagy változás, volt, ahol hazament az apa, volt, ahol szakítottak, szóval különféle kifutásai vannak ezeknek a történeteknek, és körülbelül mi is 2 évig követtük az ő történetüket. Tehát nagyjából 3 évig készült a film, 1 évig vágtuk, szóval tényleg egy nagy munka volt, és körülbelül 200 óra nyersanyagból vágtuk össze ezt a 80 percet, ami végül látható. És most ugye pont a filmnek a trélerét látjuk, és majd nem sokára azt a részt is látjuk, igen, most magát a filmforgatást, hogy itt tényleg konkrétan egy teljesen a valóság és a képzelet határán mozgó filmforgatásba csöppennek ezek a családok. Ezzel volt könnyű őket rávenni, hogy szerepeljenek ebben a filmben, mert ezek nyilván nagyon érzékeny, bensőséges történetek, hogy egy családban mi történik, hogyha az édesapa börtönbe kerül. Igen, hát ez egy nagy kihívása volt ennek a projektnek, hogy hogyan tudunk egy olyan bizalmi légkört létrehozni, amiben a szereplők is biztonságban érzik magukat, és leginkább a gyerekek, akik esetében a legérzékenyebb ez a téma, mert sokan közülük úgy vannak jelen az osztályukban, vagy közösségükben, hogy nem is tudják a többi gyerekek, hogy az édesapjuk esetleg börtönben van, és ez nyilván egy nagyon komoly negatív pecsét lehet, amivel visszaélhetnek. Hát a bizalom, valahogy a bizalom, meg őszinte, tehát valahogy igen, tehát ez egy fontos dolog volt, hogy egy ilyen fantáziavilágot teremtünk, és egy olyan pozitív hangulatú közeget, ami felemeli őket, vagy ami méltóságot ad nekik, ami azt az oldalukat mutatja meg, ami igazán értékes. És valahogy ezt próbáltuk úgy átadni, hogy hiteles legyen, vagy hogy tényleg őszintén érezzék a szándékunkat. Aminek mi nagyon örülünk, mert azt olvastuk, ezt gyorsan elmondjuk, mert lejárt már beszélgetésünknek az ide, hogy a filmedet egyébként nem sokára ugye a Netflixen igen, is május 30-tól így van, elérhető látni fogjuk, és gratulálunk, és tényleg csodálatos és fantasztikus munkát végeztél, büszkék vagyunk rád, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és reméljük, hogy találkozunk még azért. Köszönjük szépen! Köszönjük. És akkor önöknek is köszönjük szépen a figyelmet, a ma reggeli figyelmet is, holnap is újra jövünk. Persze. Akkor már más ruha lesz rajtunk, ma ilyen mellényes napon volt rózsaszín. Robi ma tesztelte ezt a mellényt, úgyhogy ez most igen, Robi fontos tesztelt. Fordulópont az életben. Hashtag Robi tesztelt. Holnap meg Robi szerda. Ja, az ma volt? Szép napot, vigyázzanak magukra!